Sziasztok! Ma húsleves fogok készíteni. Jó sokat, mert én reggel, délben, este tudok húslevest tenni, úgyhogy ez az egyik kedvenc levesem, nem a gulyás. Mutatom, mi kell hozzá. Először is kell hozzá a hús, ugye, mivel ez húsleves. A kedvencem a pulykából készült húsleves, pulyka combból és pulyka szányból, de ma szányat nem kaptam, úgyhogy csirke mellett vettem elő a hűtőből. Bocsánat, ez már mikróba lett kicsit kiolvasztva, úgyhogy nem annyira gyönyörű, meg amúgy is bolti, hát ez van. És csodák csodája, Angliába lévén kapunk mostanában a bolt, de egy sima Tesco-ban is csirke májat. Hát szív meg zuza nincsen, olyan odáig nem mennek el. Otthon természetesen lehet belerakni mindenféle belsőséget. Egészséges. Só, egyértelmű, szoktam belerakni egy ilyen fél valami fekete borst egyben, és egy kis gyömbért őrölve. Ezek a húsok meg a fűszerek. Zöldség, répa, fehér répa, van egy kis paprikám, ezt csumástól belerakom, gomba, egy fej hagyma héjastól, ettől lesz szép színe a levesnek, egy kis erős paprika elengedhetetlen, pár gereszt fokhagyma. Én nem szoktam káposztát belerakni, ilyen kálkáposztát. Én szeretem a kelvinbolt, és azt meg is esszük. Egy kis brokkoli karfiolla, és most lestyánt fogok belerakni. Mint tudjátok, ezt szokták ízesítésbe tenni a leves kockákba. Nagyon finom illatú és ízű fűszer. Úgyhogy ennyi most nekem a leves. Lehet hozzátenni, aki akar zöld borsót, amilyen zöldséget még szeret. Fontos megjegyezni, hogy a hús lehet marhahús, disznóhús. Azt hiszem, hogy bárány nem annyira, de szóval nem csak a szárnyasokból. Ez egyértelmű. Nekem másnak talán nem. Úgyhogy mindent, amit itt látok, én most egyszerre be fogok rakni ebbe a szép nagy lábosba, és mindjárt visszatérek a fontos információkkal. Minden bent van a lábosban, húsok legalul, kis bors tetejére megsózzuk. Utólag is lehet időnként sózni, tehát megkóstolott sótlan sózol rajta, azt hiszem ez egyértelmű. Egy kis gyömbér, én azt nagyon szeretem benne égni. És felöntjük vízzel, nem egy kancsóval, ami most a kezemben van, hanem hogy ellepje. Mindjárt visszatérek. Minden benne, felöltöttem vízzel, azért nagyjából ellepte szépen. És nagyon-nagyon-nagyon lassú tűzöm, az elejétől a végéig, csak és kizárólag lassú tűzön főzzük a húslevest. Ha nem lassú tűzön főzöd, akkor lesz zavaros. De ez igaz a csontlevesre, igaz mindenre. Tehát nagyon-nagyon pici lángom. Áthúzzuk. Égni. Rajta van már a lestyán is. Hagy legyen finom íze. És szépen békén hagyjuk. Letakarjuk, nem nyúlunk hozzá. Időnként megkóstoljuk, hogy elég sós-e. Nem keverjük meg. Ha lesz habja, azt nem szedjük le, az is egészséges, tele van finomsággal, nem dobjuk ki. Régi dolog, hogy azt kidobták, mert nem szép. Butaság, a levesettől még nagyon szép lesz. Úgyhogy megyünk pihenni, míg a leves föl. Ez, ha kevesebb a leves, ez olyan 3 óra minimum lassú tűzön, ez jó nagy lábos. Ez lehet, hogy lesz 5 óra, és mennyi az idő most? Pont 5 óra, hát ez lehet, hogy 10-kor fogom elzárni, majd kiderül. Na jó van, szia leves! Lassú tűzöm. Yeah. Amúgy a húsleves, az a kedvenc témám, ha valamit össze kell hasonlítani. Ha van 10 szakácsnő, mindegyik remekül tud főzni, mindegyik nagyon finom húsleves tud csinálni, de hogyha mindenkinek ugyanazt az alapanyagot odaadod, akkor is biztos, hogy egész másfajta húsleves lesz, és mind finom lesz. Tehát
Valaki azt mondja, hogy ő a gombákat, meg a zöldségeket később rakja bele, mert azt ugye hamarabb megfő. Engem nem zavar, hogyha jó puha és szétfő, legyen benne az íze mindennek. Tehát mindenki máshogy csinálja. A lényeg, hogy legyen benne minden a végére, legyen puha minden benne, és szép lassan kell főzni. Nem lehet elrontani, szerintem. Puszantás! Eltelt 2 óra. Nagyon lassan megkevergetjük. Keverés az inkább túlzás. Egy picit megmozgatjuk. Nagyon lassan. Nem is kell tovább. Oké. Jó. Nem piszkáljuk tovább. Ne nyomkodjuk. Itt vannak a gyönyörű szép habok, a húshabok. Ezeket hagyjuk benne. Egészséges. Nem szedjük ki. Így. Hagyjuk tovább főni. Szia, levek! Na, 3,5 óra telt el. Kicsit forró. Határozottan sótlan. Semmi pánik. Időnk van, amíg kész nincs. Tényleg sótlan volt nagyon. Óvatosan próbáljuk megkeverni. Még mindig nem forog körbe, tele van csonttal. Na, nem baj. Így jó lesz. Kiveszünk egy kóstolót. Mennyire puhák a zöldségek meg a hús. Bár a hús már szerintem jó. Már elvált a csonttól. Jó, ez ilyen szép nagy kanállal megkóstoljuk. Hát tulajdonképpen kész van. Már elzártam egy ideje. 10 perce. Pulyka, combról hús elvált, szépen leülepettek a dolgok benne. 5 órát főtt keményen, de ez csak azért, mert nagyon sok volt a leves, tehát nem azért, mert ilyen sokat kéne. Tehát egy felennyi leves azért ez hamarabb kész van. Hagyom kihűlni egész éjszaka, holnap kiszedjük a hús belőle, és majd tálalunk. Másnap van, szépen kihűlt a leves. És most kiszedem belőle ezt a hatalmas nagy pulykacombot, mert ez tele van ilyen nagy inas csontokkal, azt nem szeretem. De aztán én a húst visszarakom a levesbe, sőt a zöldséget sem szedem ki belőle, csak a hagymát maximum, igen, ez itt van, már ki is szedem. A tradíció az, hogy külön szedik a húst a levesből, a zöldséget, és szépen tálaláskor kis tálkákban mellé rakják. Magát a levesnek a levét át szokták szűrni szitán, hogy minél szebb és minél gyönyörűbb legyen. Akinek van kedve, nyugodtan tegye, hogyha vendégeket vár, tényleg úgy szép. Én itthon nem szoktam ebben foglalkozni, szépen bent hagyok mindent, engem ez nem zavar. De ez a tradíció, tudni kell. Na, nézzük ezt a pulykacombot. Hát íme a húsleves. Én így szeretem, nagyon gazdagon. Persze, tészta, az cirnametélt, az szokott bele kelleni, de mi nem eszünk tésztát, úgyhogy nincsen. Tehát ebben még cirnametéltet, vagy ilyen kis pici tarhonya formájú kis tésztákat, ki mit szokott, azt lehet belerakni, mi most kihagyjuk. Tehát ez az én húslevesem. Jó étvágyat!